Van egy ilyen vers. Brahmanda, Brahmite, Bhagavan Jiv. Hogy a lelkek univerzumról univerzumra vándorolnak. Szóval itt bizonyos számok között mindig változik a létszám a Földön, az univerzumban, mert vannak olyan lelkek, akik esnek lelki világból ide, egyre kevesebb most Kali Yugába, ebben a korszakban egyre kevesebb van, akik mennek oda, vissza a lelki világba, és egyre könnyebb emberi testet kapni most, lehet, hogy teljesen állat még vagy, de már valami pici emberi dolog lesz, akkor már kaphatsz emberi testet. És ugyanakkor a bolygók között nem csak a Földön van élet, de most egyre kevesebb mennek a felső bolygókra, de ezért mennek az alsó bolygókra. Szóval nem csak így bizonyos szám lélek van, és sose változik, mindig változik, ugyanúgy, mint a városok között, itt a Földön is, és országok között, ezek mennek abba az országba, ezek abba, másik vidékre, harmadik Balatonra, ugyanaz a vándorlás történik anyagi világ belül, univerzumok között, bolygók között, és úgy van a felső bolygók, ahova nehezebb, ahol csak jó karma, nemes tulajdonságú emberek elérhetnek, akik bizonyos védikus folyamatokat végeznek, akkor van a alsó bolygók rendszerek, oda mehetnek, semmit jót nem kell csinálni, csak rosszat már mehetsz, és oda az a pokoli bolygók, akkor univerzumok között, lelki világról esnek le, szóval bizonyos számok között mindig fog változni, de Krisna úgy teremtette a világot, hogy mindenkinek mindenből mindig elég lesz.